Az volt a cél, hogy komoly témákról komoly emberekkel induljon párbeszéd a Városházi Beszélgetések rendezvénysorozatban, fogalmazott a program állandó házigazdája, dr. Molnár Attila polgármester az október 9-i alkalommal. Ezúttal Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára volt vendége, aki az árvízhelyzet idején is felajánlotta segítségét. A politikus három fontos témát boncolgatott hallgatóságának, többek közt a termőföld védelmében tett lépéseket is. 2012. április végén alakult meg az a tárcaközi bizottság, amelynek a legfontosabb feladata az volt, hogy a kormányzati ciklusnak a végére egy olyan jogszabály csomagot állítson össze, amely megoldást és garanciát teremt arra, hogy 2014. május 1-ét követően ez a bűvös dátum, ez azt jelenti, hogy ekkor jár le az Európai Uniós moratórium, amely a termőföldre vonatkozik, vagyis 2014. május 1-ig a magyar termőföld piac egyelőre zárva van az uniós állampolgárok előtt. Tehát eddig az időpontig kell kidolgozni azokat a megoldásokat, azokat a jogszabályi lehetőségeket, amely meg fogja akadályozni, illetőleg minimálisra csökkenti azt az esélyt, hogy külföldiek termőföldet tudjanak venni, vagy esetleg spekulatív célú befektetéseket hajtsanak végre Magyarországon. Két jogszabály már megszületett. Az egyik az új büntető törvénykönyv, ahol a termőföld jogellenes megszerzését 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti, és ez a jogszabály kifejezetten az eladókra, a vevőkre, az ügyvédekre és a közjegyzőkre vonatkozik, akik az úgynevezett zsebszerződéseket kötik. Egy másik nagyon fontos jogszabály az új földforgalmi törvény, amely rögzíti, hogy egy adott településen a helyi földbizottság hozzáállása nélkül nem lehet termőföld tulajdonjogát megszerezni. Vagyis a helyiek abban a helyzetben kerülnek, hogy ők döntik el, hogy az adott település környékén levő földterületeket kivásárolja meg. Amennyiben nem megfelelően döntenek, még mindig ott van a mezőgazgatási igazgatási szerv, aki a föld értékesítését, tartalmi és alaki kellékek alapján felül tudja vizsgálni, és ő is nemet tud mondani. És a harmadik nagyon fontos ilyen döntés a Nemzeti Földalap kezelő elővásárlási joga, vagyis ennek a szervezetnek minden területre ma Magyarországon elővásárlási joga van. Ebben az évben közel 4 milliárd forint áll rendelkezésre a földalap kezelőnek földvásárlásra, és a nemzeti parkok részére biztosított 2 milliárd forint, amely szintén a nemzeti parkoknak egy olyan lehetőséget biztosít, hogy a területeken levő zsebszerződése gyanús földeket fölvásárolják, összesen 6 milliárd forint áll rendelkezésre. A mi számításaink szerint ebben az évben közel 10 000 hektár földterületet tud az állam megvásárolni, megszerezni. Én azt gondolom, hogy ilyen mértékű állami földvásárlás az elmúlt 20 évben nem volt, és ezek az eszközök mindenképpen a termőföld garanciáját biztosítják. A magyar földvédelmét szolgáló intézkedések a szomszédos országok figyelmét is felkeltették. Dániában és Ausztriában már az Európai Bíróság hatályon kívül helyezte azt a föld törvényt, amit hoztak, és ott is ezek a tagállamok is a helyi gazdákat igyekeztek védeni, és igyekeztek olyan kereteket kialakítani, hogy külföldiek ne tudjanak vásárolni. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió már átnézte ezt a jogszabályt, egyelőre nem tett semmilyen észrevételt, de én biztos vagyok benne, hogy ha esetlegesen ezt a jogi hivatkozást, hogy a jogi személyek tulajdon nem szerezhetnek, aggályosnak tekinti, akkor egyrészt első körben meg fogjuk védeni az álláspontunkat, hanem akkor pedig ki fogunk találni olyan megoldást, hogy semmiképpen ne tudjanak gazdasági társaságok tulajdon szerezni Magyarországon termőföld vonatkozásában. Budai Gyula parlamenti államtitkár szerint a rezsicsökkentés akkor lesz hatásos, amennyiben az alapvető élelmiszerek árában is csökkenés várható. Ez a téma is nagyító alá került. Természetesen az adóbevételek tekintetében nem minden területet fog érinteni, de a korábban bejelentett hús, tehát sertéshús és baromfi hús, illetőleg az ezekből készült termékekre vonatkozóan mindenképpen egy árcsökkentés
várható, és ez az árcsökkentés, áfa csökkentés révén valósítható meg, akkor így fogjuk megoldani. A tárca vizsgálja az egyéb ágazatokban végrehajtható árcsökkentés lehetőségét is a magyar fogyasztók érdekében. A költségvetési törvény vitájában mindenképpen ebben a kérdésben dönteni kell, és ez január 1-től, ha a parlament megszavazza a költségvetést, ez január 1-től hatályba fog lépni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt rögtön fogják érezni, tehát nem mindegy, hogy 600 forint lesz egy kiló sertéskara, vagy csak 400, vagy még kevesebb, tehát én úgy gondolom, és persze ez az ebből készült termékeknél is meg fog jelenni, mert nem lehet, hogy csak a tőkehúst, vagy a csirkemellfilét, vagy a csirkecombot, hanem a feldolgozott termékek árában is ez az árcsökkentés bele kell, hogy foglalódjon. Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztosként végzett munkájáról is beszámolt. Feladata az előző szocialista kormányciklusok privatizációs és egyéb ügyleteinek vizsgálata volt. Közel 1442 bejelentés és ügy érkezett hozzánk. És ez a szám azért egyébként óriási nagy, mert ebben voltak olyan bejelentések, amelyek már a folyamatban levő ügyekhez kapcsolódtak, de rengeteg önálló ügy volt. Körülbelül 100 átfogó vizsgálatot folytattunk, ebből a 100 átfogó vizsgálatból 60-ban készült olyan vizsgálati jelentés, amelynek ezt követően jogi következményei voltak. Több mint 62 ügyben tettem büntetőfeljelentést, jelen pillanatban 30 ügyben még mindig nyomoz a rendőrség. Eddig összesen 49 embert állítottak bíróság elé az én munkám során, és én azt gondolom, hogy ezek a számok azt igazolják, hogy igen, valóban sikeres volt az elszámoltatás, és a sikert én egy dologban tudom mérni, hogy körülbelül 100 milliárd forintot tudtunk a költségvetésnek visszaszerezni. Ez nem egy virtuális összeg, ez valójában visszakerült a magyar költségvetésben. Budai Gyula a kutatómunka akadályairól is beszélt. Sorolhatnám az ügyeket, mert rengeteg olyan ügy van, amit eljuttattunk a hatóságokhoz, és úgy juttattunk el, hogy ezek ki voltak teljes mértékben vizsgálva. Meg voltak nevezve a felelősök, semmi más nem kellett volna tenni, mint meghallgatni ezeket az embereket, és lefolytatni a nyomozást. És fél év, egy év múlva kaptam a nyomozás megszüntető határozatot, és azt éreztem, mintha a hatóságok vagy nem lennének a helyzetük magaslatán, vagy még egyszer mondom, mivel politikai szereplőneve tűnt fel az ügyben, igyekeznek megszabadulni. Budai Gyula parlamenti államtitkár úgy fogalmazott, az elszámoltatást az akadályozta, hogy Magyarországon nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás van. A városházi beszélgetések zárásaként a jelenlévők kérdezhettek. A kérdésekre Budai Gyula válaszolt.